A Tolnai Művelődési Központ másodszor rendezte meg az Együttéren nyáron elnevezésű programját a Hősök terén Tolnán. Gyerekek és felnőttek is egyaránt jól szórakozhattak. Én tavaly kaptam meg a kinevezésemet, és az volt a képviselőtestületnek a kérése, hogy színesítsük egy picit a város kulturális életét, és azért több programot életre hívtunk, hát ennek az egyike lesz itt most már második évben megrendezve, Együttélen nyáron. Kézműves kirakodóvására készültünk, van néhány kézműves a környező településekről és helyből, aztán lesz természetesen kürtös kalács, savart, fagyi, ital, kínálat, többfajta, és este pedig amatőr helyi zenekarok fognak föllépni. Az idei évnek az az újdonsága, hogy meghirdettünk egy régi gépjármű felvonulást. Több mint 20 jármű jelentkezett, autó, motorkerékpár, illetve még bicikli is. Ők 4:45-kor indulnak a művelődési központtól. Végig mennek a Perccel utcán, kijönnek a Kápolnánál, és ide kanyarodnak a Városháza elé, illetve nem elé, hanem a parkolóba fognak érkezni, rendőri polgárőrség felvezetésével, és akkor itt majd meg lehet őket tekinteni a parkolóban. A kilátogatók többek között különböző virágkötészeti, illetve kerámiával és fával készült termékeket is vásárolhattak. Ezek dekupás technikával készültek. A dekupás technika, a szalvéta technika, ami dekupás ragasztóval lehet felragasztani különböző felületekre. Magyarán a szalvétát, vagy akár a rizspapírt, ami egy erősebb anyag, azt ragasztjuk fel ezekre az alapanyagokra, nyers alapanyagokra, és akkor utána fessük meg még őket pluszba. Ez az ötlet igazából anyukám vállalkozása. Közben az autósok már gyülekeztek a Tolnai Gimnáziumnál. 1959. március 2-án helyezték forgalomba, azóta működik az utakon. A Mercedes-Benz ponton, a típusa ponton. Vágyam volt régi autó. Akartam menni ennél régebbit, csak féltem, hogy nem kapok hozzá alkatrész, de van alkatrész. Nosztalgia, nagyon jó vele menni. Vétek Zoltán egy 1968-as Chevrolet Camaro-val érkezett. Amit én 2010-ben vettem, és 6 évig újítottam. Most ez az állapot 6 év alatt ezt sikerült elérnem. Dolgoztam külföldön, kerestem egy kis pénzt, vettem egy szép külföldi divatos autót, ami egy év után fődarab hibás lett, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem nem kellenek ezek a modern autók. Inkább vettem egy régebbi, azért használhatót, napi használatra, és akkor megvettem azt az autót, amit mindig álmodoztam, és elkezdtem felújítani. Tudomásom szerint Magyarországon az első kiadású Camarókból hivatalosan talán 2 vagy 3 van forgalomban. Ha jól tudom, ilyen gyorsulási versenyre átalakított az van ezen kívül, de rendszámos az csak 2 vagy 3. Az autók és a motorok aztán elindultak a Hősök terére, ahol mindenki megcsodálhatta a nosztalgikus járműveket.